A legrosszabb, amire életemben valaha gondoltam, azt hittük, hogy ez csak álom. Ez nem velünk történik valójában. 2008. május 1-én Bruce és Kelly fia, a 22 hónapos Eric elsétált a játszótérről egy helyi anyuka kímélő programon. Mire a gondozónők észrevették volna, hogy eltűnt, Eric fejjel beleesett egy 2 méter mély, elhagyatott kútba. Azt kérdeztem, hogy nem volt benne víz, ugye? Azt válaszolták, tudunk találkozni az udvaron? És ebben a pillanatban tudtam, hogy baj van. Valaki mondta, hogy volt benne víz. A személyzet mutatta meg nekünk a gyereket. Teljesen kék volt. Nem tudom, mennyi ideig lehetett oxigén nélkül. Semmi életjelet nem mutatott a monitor. Nem látszott szívaktivitás. Azt kell, hogy mondjam, a gyerek nem lélegzett önállóan. Valójában már halott volt. A mentősök azonnal hozzáláttak az újraélesztéshez, és Eriket a legközelebbi kórházba vitték. Nekem azt mondták, hogy menjek be, ha látni akarom. Arra gondoltam, hogy értik, és akkor csapott belém az egész, és akkor arra gondoltam, hogy én be nem megyek Bruce nélkül. Átmentünk hozzá, és fogtuk a kezét, és fel sem ismertük. Mert nem az a kisfiú volt, akit aznap reggel láttunk. Az orvosok megtettek mindent tőlük telhetőt. 90 percnyi újraélesztés után és minden további orvosi beavatkozás nélkül Eric állapota hirtelen megváltozott. Szaladtak kifelé, hogy újra dobog a szíve. A csodálatos a helyes szó. 25 éves pályafutásom alatt nem láttam még ilyet. Megmagyarázhatatlan. A kritikus állapotban lévő Eriket légi úton a Vanderbilt kórházba szállították. Azt mondták, hogy leállt a veséje. A tüdeje megsérült, és a mája is leálló félben volt. A belső szervei nem működtek. Nem tudták megmondani az agykárosodás mértékét. Azt mondták, ha túléli az éjszakát, holnap beszélünk. Úgy imádkoztam. Nem tudtam, hogy rendben lesz-e, de tudtam, hogy Isten erejére van szükségem. Akár túléli, akár nem. De nem gondoltam, hogy túl fogja. Ahogy Eric balesetének híre terjedt, világszerte elkezdtek imádkozni érte. A gyülekezetünk támogatása egészen elképesztő volt. Nem tudtam elhinni. Emberek ezrei imádkoztak értünk, és érezni lehetett a szeretetet és a törődést. Soha életemben nem tapasztaltam hasonlót. Eriket gépekkel tartották életben, mivel nem javult az állapota, egy hét múlva az orvosok megbeszélésre hívták Bruce-t és Kellyt. Lélegeztető gépen volt, és minden szükséges berendezésen, hogy életbe tartsák. Az orvosokkal aznap délután kellett volna találkoznunk. Végül sosem tartották meg azt a megbeszélést az orvosokkal. Mielőtt összegyűltünk volna, az egyik nővér futva jött be, és azt mondta, hogy ébren van. Olyan izgalmas volt, mint amikor megszületett. Csak sokkal jobb érzés. Egyszerűen döbbenetes élmény volt. Amikor beszéltünk az egészségügyi szakemberekkel, akiknek ez a szakmájuk, ők is úgy voltak vele, hogy ez elképesztő. Akkor tényleg csoda történt. A következő hónapokban Ericnek kimerítő fizikoterápián kellett átmennie, hogy megtanuljon járni és beszélni. Volt egy-két lemaradása, de ezek egyre kevésbé látszottak. Eriknek nincsen maradandó sérülése a baleset miatt. Egy nagyon mozgékony, okos 8 éves fiú. Vicces, okos és édes. Nagyon jó barát, az anyukája vagyok, úgyhogy szerintem egyszerűen remek gyerek. Mi mást is mondhatnék? Ha találkozol vele, sohasem mondanád meg, hogy bármi történt vele. Mert minden nap olyanokat csinál, amit egy normális kisfiútól várnál. Eric tapasztalatai reményt hozhatnak a megtört családok számára. A Krisztussal való kapcsolatomra egy amolyan felkiáltó jel került. Ő nem vallott kudarcot. Nem tudtam volna végigcsinálni nélküle. Csak higgy és bízzál benne, hogy neki van egy terve. Ő jó, és ott van veled minden időben.